Iváncsis János alpolgármester urat kérdezzük így az esemény előtt. Alpolgármester úr, kitől származik az az ötlet, hogy Mosonmagyaróváron autista házat létesítsenek, és van-e szükség rá itt a térségben? Hát először talán az utóbbira válaszolnék. Sajnos egyre inkább szükség van autistákat foglalkoztató központra, házra, mert a trend úgy néz ki, hogy az, hogy egyre több autista van, autista él közöttünk. Az ötlet az a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények vezetőjétől származik. Ők most is foglalkoznak autistákkal, de nem megfelelőek a körülmények, ami között lehetnek. És hát innen jött az ötlet, hogy próbáljunk segíteni rajtuk, és egy széleskörű társadalmi összefogással alakítsunk ki egy új autista házat. Kik a résztvevői ennek az összefogásnak? Ennek az összefogásnak a résztvevői a Rotary Klub, a Többcélú Kistérségi Társulás, a Kistérség Egyesített Szociális Intézmények, a Gondoskodás Alapítvány, a Movinov Kft. És az önkormányzat. Az önkormányzat biztosítja az ingatlant ingyenesen, ezt az elkövetkezendő években is így szándékozzuk megtenni majd, és a többi szereplő pedig a felújításra szükséges pénzeszközöket teremti elő. Milyen hosszú távú a projekt, mikorra várható, hogy elkészül az autistaház, és meddig várható ez az összefogással történő üzemeltetés? Nagyon reméljük azt, hogy ez néhány hónap alatt el fog készülni, tehát még a télen, és márciusban be tudnak költözni az autisták, és hát reméljük, hogy ez több éven keresztül működni fog. Az a megállapodás a Rotary Klubbal és a Többcélú Kistérségi Társulással, hogy mindaddig, amíg más, esetleg ennél jobb körülmények közé nem tudjuk elhelyezni az autistákat, addig itt fognak helyet kapni. Körülbelül hány személy számára létesül az autistaház, és milyen kezelést, milyen gondoskodást kaphatnak ott? Jelenleg 8 fő az, aki felnőtt autistaként jár a jelenlegi foglalkozásokra is. Ők fognak átkerülni ebbe az új autistaházba. De lehetőség van arra, hogy bővüljön a létszám. Őnekik teremtjük meg most ezt az új autistaházat. Alpolgármester úr, köszönjük! Köszönöm szépen én is! És nagy tisztelettel köszöntöm a projekt résztvevőit, akiket szeretnék nevesíteni is. Elsőként a Rotary Klubot, nagyon sok mosonmagyaróvári jótékonysági kezdeményezésnek volt az élharcosa, a vezetője, így ebben a projektben is nagyon nagy szerepük van. Aztán a Többcélú Kistérségi Társulás, aki szintén a pénzgyűjtésébe és az anyagiakban fog segíteni a projekt végrehajtása során. Dr. Gábor képviselő éppen meg is érkezett. Aztán a Gondoskodás Alapítvány szerepe szintén nagy, mind a végrehajtás, mint pedig a működtetésben. A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények szerepe is jelentős a projektben. Az önkormányzat hozzájárulása itt egy ingyenes ingatlanbérbeadás lesz, amit korábban a Movinov Kft-vel egyeztettünk, és gyakorlatilag az ő segítségével kerestük meg azt az ingatlant, ami az autista ház létrehozásához szükséges. Én átadnám a szót a Rotary Klub képviselőjének, Jakos Tibornak, aki a helyi vezetője a Rotary Klubnak, elnöke, és kérem, hogy a projektet mutassa be részleteiben is. Köszönöm szépen. Köszöntöm Önöket, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Rotary Klub Mosonmagyaróvár ismét egy felkéréssel gazdagodott, aminek kíván helyt állni Mosonmagyaróváron. Hosszas évek óta támogatjuk az autisztikus és autista sérült gyerekek lévő alapítványt, amiben Cserkati személyében több évben már minden különböző projektet próbáltunk támogatni. Jól tudják, akik itt vannak, hogy a koncerteink bevételét, illetve a bálaink nagy részének a bevételét mindig ezen adományok részére továbbítottuk. És legutóbb volt egy felkérés, amivel közös együttműködéssel, mint ahogy a alpolgármester úr említette, a polgármesteri hivatal részéről, a kistérségi egyesület részéről, illetve az autisták részéről sikerült egy közös megállapodásba rögzítenünk egy olyan projektet, amiben az autisták nappali foglalkoztatását tudja megoldani.
És ugye ez az épület, ami jelen pillanatban a Marinov kezelésében van, ugye nem látja el azokat a kritériumokat, előírásokat, amiket mint az ANTS, mint a mozgássérült szabad járással kapcsolatos előírásokat támasztanak. Ezért itt átalakításokra van szükség. A tervdokumentáció az elkészült. Én az intézménynek az átalakítási tervét azt át is adnám az önkormányzat részére, hogy a dokumentáció része az teljes mértékben kidolgozásra került, a költségvetést tartalmazza, és ennek megfelelően fogjuk ezt a létesítményt létrehozni. Na most itt egy olyan projekt alakul, ahol végül is minden olyan segítő, önkéntes segítségére számítunk, mint ahogy eddig is mindegyik projektünkben, de most még kibővítve magánemberek részére is, hogy egy önkéntes összefogással jelképezzük azt, amit egyébként a Rotary a barátságban képvisel, hogy ezt együtt végezzük el ezt a folyamatot, és ezért a pontos időponttal kapcsolatban még tájékoztatást fogunk adni, amikor a kulcsot meg tudjuk kapni, és ezt a kulcs átvétele követően megkezdődik az érdemi munka, és sajtó részéről is szeretném kérni azt, hogy ennek a átalakításnak, illetve a felújításnak legyenek részesei, és adjanak hírt arról, hogy hogy zajlik ez a folyamat, és reméljük, hogy rövid határidőn belül ezt a létesítményt át tudjuk adni használatra, és egy picit azoknak a szülőknek, illetve a családoknak, akik a napi elfoglaltságukban nem tudnak kikapcsolódni, egy kicsit pihenni, vagy más olyan ügyeket intézni, ez az intézmény, ez a hely tudjon egy olyan alkalmat adni a családok részére, ahol biztonságban tudják gyermekeiket, illetve hát a felnőtt maga el nem látó felnőtteknek a gondozását. Én annyit tennék hozzá, és majd kérném Cserkatinak a segítségét, hogy felmerült a kérdés, hogy miért van szükség egy új autista ház létrehozására. Jelenleg 8 fő, akit foglalkoztatnak a városban autistaként, akivel foglalkozni kell, de nekünk, akik nem vagyunk szakemberek, az az érzésünk, hogy egyre több autista van, és egyre nagyobb szükség lesz az ilyen intézményekre. És hát ebben kérném Cserkati segítségét, hogy ezt támassza alá, és mondja el, hogy hogyan alakulnak a trendek, és esetleg arról is, hogy vajon ez miért alakul így. Minden esetre nekünk az a feladatunk, hogy segítsünk ebben, és lehetőséget adjunk arra, hogy minél jobb körülmények között élhessenek ezek az emberek is. Kérném Katit, hogy néhány szóban mondja el nekünk is, illetve a sajtó képviselőinek, hogy most, hogy áll a helyzet, és hogy a trendek mit mutatnak ezen a területen. Köszönöm szépen minden segítséget mindenkinek, adottaknak különösen, akik tényleg a 10 éves alapítványunkat folyamatosan támogatják, az önkormányzatnak, a kistérségnek, és valóban minden embernek, aki itt Mosonmagyaróváron összefogott a 10 év alatt azért, hogy az autista gyerekek megfelelő ellátást kapjanak. Valóban egyre több országosan is, nemzetközileg is az autizmussal élő gyerekek száma a kicsi korosztály egyszerűen rohamszerűen nő, illetve már bölcsődében, óvodában ki lehet szűrni az újabb módszerekkel azt, hogy melyik kisgyerek lesz autista, illetve autisztikus sérült. Integrációban is bekerül egy pár, tehát azt mondom, hogy egy olyan megkétszereződött, 2,5-szereződött a számuk, és a naposházban lévő, tehát az iskoláskorból kilépő gyerekek ellátásával van igazán probléma. Volt igazán probléma, amíg nem volt nekik ellátás. Tehát tulajdonképpen ott is a szülők még fiatalok dolgoznának, és az autista gyerekek, főleg a középsúlyosan sérült autista gyerekek, akik végül is bekerülnek ebbe a házba, az ő ellátások 24 órás folyamatos segítséget és felügyeletet igényel. És nagy dolog ez számunkra, hogy ez megoldott. Az iskolás korban lévő gyerekek ellátása az egyes iskolában folyik, illetve integrációban. Ez úgy gondolom, hogy most az új óvodai csoport, amit szintén tavaly indított az önkormányzat, segített a dolgon, mert az egyik óvodai csoportban szinte csak autisztikus kisgyerek van.
Tehát csak szeretném azt így bebizonyítani, vagy bizonygatni, hogy egyre több és egyre nagyobb szükség van az ilyen segítségre. A szülők igazából itt a környékünkön nem szeretnék a gyerekeiket otthon varni, van Mincentusztán, Nyúlón, tehát van a környékünkön autista otthon, de ők azt szeretnék, hogy amíg dolgoznak, illetve a gyerekek 8-tól 4-ig egy megbízható jó helyen legyenek, és nem szeretnék a családból elküldeni őket, és ezért nagyon jó ez az autista ház megléte. Továbbá arra is, mint ahogy említetted, azt hiszem említetted, hogy azok a szülők, akik nem tudják egy orvosi vizsgálat alatt hova tenni a gyereküket, vagy fogorvoshoz nem tudnak elmenni, vagy bármi gond van, azt hiszem, mint a napos házképviselő is el tudja mondani, hogy mennyi problémát okoz az, hogy egy súlyosan fogyatékos gyereket hova tegyünk addig, amíg intézményi dolgaink vannak, vagy akár betegség, és erre is lehetőséget fog adni ez a ház. Önkéntesek segítségével szeretnénk ellátni azt, hogy oda behozhatják, amíg ők például orvoshoz mennek, meg keressük a megoldást azt, hogy esetleg egy kórházi kezelésre kell menni. A szülőnek elég gyakori az elvált szülők száma sajnos, és nincs kire bíznia, illetve hát özvegyünk, tehát egyedülálló szülőnk is van. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és ha nem haragszik, kiegészíteném azzal, hogy nem a gondoskodás alapítvány, aki támogat, rosszul hangzott el, hanem a Reménység autista és autisztikus sérültekért alapítvány, aki már 10 éves, és a szülők, illetve a segítők segítségével összegyűlt 1,5 millió forintot fogjuk beadni ebbe a projektbe, ami azt gondolom muszáj, hogy elhangozzék, hiszen a szülők, illetve a segítők napi pénzen, meg volt 1 forintos gyűjtésünk, 2 forintos gyűjtésünk, tehát apró pénzekből jött össze ez a 1,5 millió, amit azért az alapítvány is megpróbál beadni, illetve a pénzkeresésben szeretnénk aktív segítséget nyújtani. Köszönöm szépen! Elnézést a tévedésért. Szerencsére Mosonmagyaróváron elég jól működik a jótékonysági hálózat, és valakivel összekeverni a dolgot. Én azt szeretném még kérni, hogy az ingatlanak a jelenlegi állapotára talán a Movino Kft., aki a leginkább számot tud adni, és arról, hogy fog kinézni, arról pedig Orvosi Balázs, aki áttervezését, a felújításnak a megtervezését végezte. Gondolom, hogy ez még a sajtó számára egy érdekes információ lehet, hogy most hol állunk, mi az állapotban. Még egy kérdészítés hozzá. És aztán, hogy fog kérdezni. Ha megkérhetjük, akkor a Orvosi Balázs tértünk bele. Tájékoztassa a sajtót. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy hosszú folyamat végére ért az artista foglalkoztató, hiszen 3-4 épület helyesén megtekintése után jutottunk el oda, hogy a Szent István utcai ingatlan, amit a magunk kezelésében tudtunk górcsi alá venni, alkalmas arra kisebb átalakítással, szerényebb átalakítással, mint az összes többi verzió. Most ezt az átalakítást, hál' Istennek, egy versenymunkálatok eredményeképpen tudjuk megoldani. A teljes belső vakulat és a teljes alzat cseréje elmondázhatatlan. Egy szigetetlen épületről van szó, ebben az állapotban használhatatlan bármi autista foglalkoztatásra. Egy-két válaszval pedig azért szükséges, hogy a szakhatóságok felé is egy olyan objektum valósulhasson meg, ami alkalmas arra, hogy az intézmény szolgálhassa az ellátottakat. Tulajdonképpen ennek a vonalvezetés mellett készült el egy átépítési tervdokumentáció költségvetéssel. Hát ennek a költségvetése 6,2 millió forint plusz áfa, amit előbb a Cserkati beszédében lehetett talán 1,5 millió, a többit meg a Rotary szeretné. Akkor is már pontosítjunk. Kis térségügyes társaság adja a 1,5 millió forintot, és a fennmaradó 3,2 millió plusz áfa részét, az pedig a Rotary-tól vállalja. Tehát ezt a munkát szeretnénk elindítani minél előbb. Tulajdonképpen itt a pénzügyi dolgokat az elnök úr jobban tudja, mint én, de a műszaki tartalom ez így áll össze.
Úgy gondoljuk, hogy ha a pénzügyi háttér megvan, akkor egy két-három hónapos átépítési munka után ez az otthon akár meg is nyilvánul. Köszönöm szépen, csak ennyit. Köszönöm szépen. Úgyhogy több ingatlant megvizsgáltunk ilyen tekintetben, és ez a Szent István király 500 szám alatti ingatlan volt az, ami noha a költség nem kevés, ugye, amit be kell fektetni, de még mindig ez volt a legkedvezőbb az összes adottság között, illetve az autista ház létrehozásának a speciális előírásai itt lehetett legkönnyebben teljesíteni, hiszen itt nagyon fontos például az akadálymentesség, nagyon fontos az, hogy az otthonba megfelelő helységek álljanak rendelkezésre. Itt most gondolok ilyenre, hogy elkülönített vizes blokkkel például a gondozóknak és a gondozottaknak, vagy a foglalkoztató terem kialakítása. És ez a Szent István király 155 szám alatt ingatlan, ami korábban egy irodaként funkcionált, ez volt ilyen szempontból a legkedvezőbb adottságú helység. Az önkormányzat ismerni állva ennek a dolognak magát a helységet ingyenesen biztosítja, pedig próbálunk tényleg segíteni abba, hogy a beruházás nézőkkelmentesen megvalósuljon. Már a önkormányzat döntések megfelelően a ingatlannak a átadása kezdő részére megtörtént. Tehát tulajdonképpen a beruházás most megkezdődött. Köszönöm szépen. Igen, hogy hát ahogy említette belőle, hogy innentől kezdve megnyugodott egy gomba, ami azt jelenti, hogy ez a projekt elkezdődött. A mai naptól a hátrányos helyzetű nagy családosok, illetve a hajléktalan számban lévő embertársaink gyűjtése mellett a Hordónál elindul az autista házprojektnek a gyűjtése. Szóval abban a Hordóban, ahol ezt eddig gyűjtöttük, erre a célra is a gyűjtés megkezdődik. Illetve egy olyan kampány, ami a mosonmagyaróvári cégek, vállalkozók, magánszemélyek, illetve olyan segíteni szándékozó embereknek a segítségére számítunk, akik eddig is támogatták céljaink elérését, és reméljük, hogy ezek ebben a munkában is részt tudnak vállalni, hogy ez tényleg minél előbb meg tudjon valósulni. A következő nagyobb eseményünk, ami Rotary évben mindig egy kiemelkedő pont, az a Rotary Bál. Ez 2012. január 28-án fog megrendezésre kerülni a Mosonmagyaróvári Egyetem aulájába, ahol szintén a bálnak a célja az autista háznak a bevételét fogja szolgálni. Szóval az a bevétel, ami odaérkezik, azt mind az autista házra fogjuk fektetni. És a Rotary mellett ismert Mosonmagyaróváron a Rotaract része, ők pedig már most bejelentkeztek, hogy emberi erővel, segítséggel segítenek a munka dandárjába, és már előre is köszönöm nem csak a Rotaract részére, hanem minden egyes olyan személy részére, aki ezt a projektet közösen felvállalta, itt az érintettek, akik jelen vannak, illetve akik fogják támogatni ezt a projektet. Szóval a mi szavainkkal szóval segítsen, hogy segíthessünk. Ezzel a szóval zárnám ezt a sajtótájékoztatót, hogyha nincs más olyan sajtórészéről van a kérdés, hogy ez tényleg egy olyan hely legyen, ahol a betegek részére, vagy akik ott tartózkodnak, meg akik oda a gyermekeket adják, biztonságba érezzék magukat, és ez egy békeszigete legyen Mosonban a 155 szám alatt. Köszönöm szépen! Kérdés? Nincs. Köszönöm szépen. Cser Katalina, Reménység autista és autisztikus sérültekért alapítvány titkára. Titkárasszony, lehet-e Mosonmagyaróváron még olyan rejtett autista, akit vagy a családja, vagy a környezete, vagy az erre szolgáló intézményhálózat nem ismert föl? Mert hogy itt ezen a sajtótájékoztatón hallani, hogy Mosonmagyaróváron már elég autista vagy autisztikus sérült él ahhoz, hogy autista házat kelljen létrehozni a számukra, úgy vélem, hogy a nagy közönség számára egy kicsit megdöbbentő. Valóban, nem csak Mosonmagyaróváron
igaz ez az előbb elmondott tény, hanem Győrben, Magyarországon, illetve már nemzetközileg is. Tehát a szakirodalom írja, hogy egyszerűen nem tudjuk az okát, hogy miért, de nagyon sok az autisztikus gyerek. Én nagyon remélem, hogy akik már autisztikus tünetekkel élnek, azok már a látókörünkben vannak. Én bölcsödében is, óvodában is járok, vagy kérik a szakértésemet ehhez a dologhoz, és én úgy gondolom, hogy azért felfedezik a védőnök is, a gondozónők is, bár ebben azt hiszem még mindig tennünk kell, pont az alapítványunk most egy-két hete csatlakozott egy országos kampányhoz, hogy plakátot minden orvosi rendelőbe, épp azért, hogy a gyermekorvosok minél hamarabb tudják a szülőket a megfelelő helyre küldeni, mivel az autizmust igazából nem lehet gyógyítani, de gyógypedagógiai módszerekkel lehet jobbá tenni az állapotukat. Ez a tény, hogy egyre több az autista világszerte. Ez annak köszönhető vajon, hogy egyre jobban diagnosztizálják őket, tehát a már lévő autisták közül egyre többet ismernek föl, vagy maga az autizmus terjed? Igen, ez nagyon jó kérdés, ez még szakemberek közt is vita téma. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő igaz. Tehát egyre jobbak a szűrőeszközök, 18 hónapos kortól már láthatóak azok a jelek, amik okot adnak arra, hogy tovább küldjük vizsgálatra. De az is igaz, hogy szerintem akár környezeti hatások, akár nem tudjuk milyen génhiba folytán, egyre több sajnos. Mosonmagyaróváron az autista ház pontosan milyen gondozást fog nyújtani? Az iskoláskorból kinövő gyerekeknek, fiataloknak, tehát a 18 év feletti fiataloknak fog egy olyan ellátási formát nyújtani, ahol a gyógypedagógiai fejlesztés is megvalósul, de megvalósul a munkára nevelés, a szocializáció, a társas kapcsolatok fejlesztése is. Tehát az, hogy ők aktívan és hasznosan tudják ott az idejüket tölteni. Említette a sajtótájékoztató alkalmával a középsúlyos fogalmat. Milyen fokozatai vannak az autizmusnak, és nagyon röviden, mit jelentenek ezek a mindennapi életben? Hát igazából az autizmus egy spektrumzavar, tehát egy széles skálát kell elképzelni, ahol vannak úgymond súlyosabban sérült autisták, illetve a másik végén az úgynevezett Asperger-szindrómások találhatók, akik tulajdonképpen ugyanúgy élhetnek, mint mi, de azért a viselkedésükben, a különbségükben azért ez látható. Nagyon érdekes, hogy tudósok vagy kutatók között most egyre több, aki most rájött arra, hogy ő tulajdonképpen egész élete során egy Asperger-szindrómával küszködött, mert jellemző az is, hogy egy bizonyos témában olyan mérés, olyan precízen tudnak dolgozni, hogy ez bámulatot vált ki az emberekből, viszont a szociális, a társas kapcsolatai, a különböző rugalmatlan gondolkodása, tehát azon az egy területen kívül, az meghatározza az ő életét. Tehát egy ilyen magányos, farkas, tudós, kutató jelleg az, amit nagyon egyszerűen mondhatnám az aszpergeresekre. Sajnos a másik végén vannak azok, akik nem beszélnek, teljesen bezárkoznak az úgynevezett üvegbúrájukba, amit nehéz megtörni. Tehát ők a nem beszélő, nagyon súlyosan sérült, nem kommunikáló autisták, ővelük is lehet foglalkozni, sőt meg kell tanítani őket kommunikációra, az egy nehezebb feladat, de szerintem mindegyik megoldott. Itt jelenleg az autista házban a nehezebben kommunikáló, kicsit súlyosabb esetek vannak jelenleg, mert aki autizmussal él, de az értelmi képességei egy fokkal vagy több fokkal jobbak, de még nem mondhatni azt, hogy önmaga tud élni, azokat azért már lehet tanítani, középiskolákba járnak, versenyeztetjük, például sportokat ajánlunk nekik, tehát tulajdonképpen az alapítvány azt a feladatot is ellátja, hogy folyamatosan az élete végig kíséri a gyereket, és ami jó benne, vagy ami egy pozitívum, azt megpróbáljuk erősíteni. Egy utolsó kérdés erejéig hadd kérdezzek rá az Asperger-szindrómára. A tengeren túlon már népszerű téma a sajtóban is, meg a közéletben is, hogy nagyon sokan vannak, akik akár saját magukra, akár a családjuk rájuk fölöslegesen ráfogja, hogy Asperger-szindrómás, mert így akár a szocializáció hibáit, akár a családi nevelés hibáit
mint egy lélektani ürüggyel elkendőzhetik. Nem tart-e attól, hogy ha ez a jelenség beszivárog Európába vagy Magyarországra, akkor az autizmus felismerésével, társadalmi tudatosításával párhuzamosan egyfajta leértékelődés is megkezdődik a dolog komolyságának? Hát igazából nem. Én arra azt gondolom, hogy a szakemberek nagyon jól tudják, tehát vannak mérőeszközök erre, hogy kiszűrjük, és hogyha komolyan veszük a szakemberek szavát, akkor meg tudják állapítani, hogy ő aszpergeres vagy csak esetleg egy neveletlen gyerek. Tehát ugyanígy van olyan, mondjuk gondoljunk el egy 5-6 éves gyerekre, akire könnyen rámondjuk, hogy autisztikus, mert vagy hiperaktív, tehát maradjunk ennél a finomabbnál, csak azért megértés kedvéért, hogy hiperaktív, ott hagyni kell, közben azért tudjuk, hogy egy következetlen nevelés következménye ez az egész, hogy a boltba földhöz veri magát, mert előfordul ilyen dolog, és nem kell ahhoz autistának lenni, ahhoz azért szakembert kell keresni, és ezért is van tulajdonképpen a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány, hogy ezeket a dolgokat, ha szülők úgy érzik, akkor felkereshetnek minket, szakmai tanácsot tudunk adni, a szülők tudnak viselkedés meg magatartás problémával küzdő családoknak segítséget nyújtani, tehát a segítségnyújtás mindenképp megvan. Cser Katalin, köszönjük! Szívesen is köszönöm. Én is.